Sziasztok! A GVTV legújabb sorozatában a rendelkező alapképzés második és harmadik epizódját tekinthetitek meg, tartsatok velünk! A rendelkező szakma a gyermekvasúton elérhető beosztások közül az egyik legmagasabb szinten helyezkedik el, ezért, hogyha megfigyelhettétek, a gyermekvasúton tanfolyamon a rendelkezői ismeretekkel kapcsolatosan nem tanultatok mindent, ez azért is van, mert mostanra az évezen időszakára remélhetőleg már mindannyian rendelkeztek körülbelül 15 szolgálattal, voltatok már naplózók, váltókezelők, láthattátok, hogy hogyan tevékenykedik egy rendelkező, úgyhogy ezen ismeretekkel nézhetitek meg ezt az előadást. Kezdésként nézzük meg ismételten azt, amit a rendelkező alapképzés első alkalmán sajátítottatok el. Úgyhogy milyen balesetek fordulhatnak elő két állomás között a nyílt vonalon? Itt most a vonatforgalom szervezésével kapcsolatos kérdésekre gondolunk. Ha megnézitek itt a mellékelt diavetítésen, akkor egy nagyon sajnálatos esetet láthatunk. Mégpedig kettő szembejövő vonat összeütközött. Ezen kívül még milyen balesetek történhetnek a nyílt pályán? Nézzük erre is egy példát. A vonatunk elindult Hársegy állomásról, viszont ahogy ti is látjátok, hűvös vagy állomás előtt kidőlt egy fa vágányra. Szerencsére idejében észrevette, ezért meg tudott állni a kidőlt fa előtt. Viszont a következő vonat is elindult Hársegy állomásról, és ez sajnos utolérte a fa előtt megállt vonatot, összeütköztek és egy nem kívánatos baleset történt. Ugye, ahogy azt a gyermekvasutas tanfolyamon már megtanulhattátok, a gyermekvasúton az általános fékútávolság 400 méter. Nos hát, hogyan tudjuk megelőzni a szembemenesztéses és az utoléréses baleseteket? Egyiket sem szeretnénk, hogy előforduljon. Éppen ezért a szomszédos állomások kapcsolatban állnak egymással. És kik tartják a kapcsolatot a szomszédos állomások között? Hát értelemszerűen a rendelkezők. Nézzük is meg, hogy milyen feladatai vannak egy rendelkezőnek. Például ezen a képen láthatjátok azt, hogy ő az, aki szervezi a vonatoknak a forgalmát az állomáson, hogy a gyermekvasút állomásai kettő vágánnyal rendelkeznek, lehet vonatot hozni az első vágányra, lehet vonatot hozni a második vágányra, ugyebár nem mindegy, hogy most melyik vonat fog először bejárni, érkezhet a vonatunk először Hűvösvegy állomás felől, érkezhet a vonatunk először Széchenyi állomás felől, ezeknek az eldöntése a rendelkező feladata. Ezen kívül, ahogy az előbb már beszéltük is, ő az, aki tartja a kapcsolatot a szomszédos állomásokkal telefonon. Ez bizonyára neked is feltűnt már korábban, hogy oda megy, csenget a telefonon, telefonál és különféle közleményeket oszt meg a szomszédos rendelkezőkkel. Rövidesen kitérünk arra, hogy mit lesznek ezek a közlemények. Vagy az már valószínűleg neked is feltűnt korábban, van még egy nagyon szép feladata a rendelkezőnek, mégpedig az, hogy rendelkezéseket ad az állomási személyzetnek a számára, elrendeli a váltókezelő pajtásnak a be- vagy kijárati vágányok beállítását, vagy pedig felhatalmazza a naplózót a vonat menesztésére. Ezen kívül az egyik legizgalmasabb feladat is a rendelkezőkre tartozik, ugyanis ő az a gyermekostras pajtás, aki kezeli az állomás biztosító berendezését. Most nézzük meg, hogy hogyan tartjuk a kapcsolatot a szomszédos állomások között, miféle értekezéseknek kell megtörténnie minden egyes vonat esetében. Az első az az úgynevezett engedélykérés, adás, vagy pedig esetenként megtagadás, erre is fogunk majd nézni példát, hogy ez mikor fordulhat elő. A második az indulási időközlés és annak a vétele, és végül pedig a visszajelentés adása és a vétele. Tekintsük át az azonos irányban haladó vonatokkal kapcsolatos szabályokat, amelyeket a múltkor már megismertünk. A képzelőerőnket hívjuk segítségül, képzeljük el azt, hogy Hársegy állomáson vagyunk rendelkezők, valószínűleg már mindannyian jártok ott, ha máskor nem, hát egy tanfolyami bemutató alkalmával. Most pedig figyeljük meg, hogy egy vonat közlekedése során milyen távbeszélő közleményekre van szükség. Mivel Hársegy állomás, Hűvösvegy állomás felé kizárólag páros számú vonatokat küldhet, ezért kettő hosszú csengetéssel fogja felhívni Hársegy Hűvösvegyet, Hűvösvegy pedig Hársegy felé kizárólag páratlan számú vonatokat küldhet, ezért Hűvösvegy állomás egy hosszú csengetéssel fogja felhívni Hársegyet. Ugye ezt onnan is meg lehet jegyezni, hogy az egy egy páratlan szám, a kettő pedig egy páros szám. Hársegyi rendelkező az előző rendelkező alapképzésen már tanultak szerint úgy fogja kérni az engedélyt, hogy rendelkező pajtás, mehet-e kb. 15 óra 9 perckor a 116-os számú vonat Hűvösvegy állomásra Hegyi János. Ugye ilyenkor, mint ahogy látjátok, van egy idő alatt az engedélykérésnek a szövegében. Ilyen esetekben nem mindig a menetrend szerinti indulási időre kell kérnünk az engedélyt, ugyanis könnyen lehet, hogy a vonatunk késéssel fog indulni. Érkezik is a válasz Hűvösvegy állomásnak a rendelkezőjétől,
rendelkező pajtás. És itt jön az a mondat, ami minden egyes engedély adás elején a rendelkező pajtás szövegrész után szerepel. Ez a mondat pedig a vonatot nem indítok, ugyanis minden egyes engedély adásunk így fog kezdődni, ezt majd a későbbiekben is megfigyelhetitek, és azt úgy fogja folytatni, hogy a 116-os számú vonat hűvös vagy állásra jöhet. Völgyi Éva. Tehát az engedélykérés adás során lényegében lefoglaljuk a pályát az indítandó vonat részére, tehát ilyenkor Völgyi Éva, a hűvös vegyi rendelkező már tudja, hogy nem számolhat azzal, hogy ő vonatot indít Hássegy állomásra, egészen addig, amíg a Hássegyről induló vonat meg nem érkezik ő hozzá. Elindult a vonatunk, az indulási időközlés fog következni. Ugye Hássegy, mint ahogy azt már korábban megbeszéltük, kettő hosszú hangjelzéssel fog csengetni Hűvösvölgynek, Hűvösvölgy pedig egy hosszú hangjelzéssel csenget Hássegynek. Rendelkező pajtás, a 116-os számú vonat 15 óra, 11 perckor elment Hűvösvölgy állomásra Hegyi János. A figyelmesebbeknek feltűnhetett, hogy az engedélykérés során 15 óra 9 percre kérték az engedélyt, a vonat viszont 15 óra 11 perckor indult el Hűvösvölgy állomásra, tehát az indulási időközlés esetén mindig a tényleges indulási időt kell mondani, nem probléma, hogyha esetleg pár percet késtünk az engedélykérés során elhangzottakhoz képest. Érkezik is a válasz a hűvösvölgyi rendelkezőtől, rendelkező pajtás a 116-os számú vonat indulási időközlését Hássegy állomásról vettem, Völgyi Éva. Az indulási időközlés lényegében csak egy információt közöl a vonattal kapcsolatban. Vonatunk megérkezett Hűvösvölgy állomásra, úgyhogy a visszajelentés lépése fog következni. Többször átbeszéltük, de nem állt az ismétlés. Hűvösvölgy Hássegy állomás felé páratlan számú vonatokat küld, ezért, mivel az egy-egy páratlan szám egy hosszú csengetéssel fog csengetni Hássegynek, Hássegy pedig páros számú vonatokat küld Hűvösvölgy felé, ezért két hosszúval fog visszacsengetni. A visszajelentés szövegét pedig itt láthatjátok. Rendelkező pajtás a 116-os számú vonat megérkezett Hűvösvölgy állomásra, Völgyi Éva. Érkezik is a válasz Hássegyről, rendelkező pajtás a 116-os számú vonat visszajelentését Hűvösvölgy állomásról vettem, Hegyi János. Hogyha megfigyelitek, a visszajelentés során nincsen idő alatt, ez azért van, mert a Hássegyi rendelkezőt tökéletesen idegen hagyja az, hogy mikor érkezett meg Hűvösvölgy állomásra ez a vonat, őt csak az érdekli, hogy a vonat megérkezett, és ez lényegében azt jelenti, hogy a két állomás között a pálya szabad. Figyeljük meg, hogyan előzhető meg, hogy az elől haladó vonatot a mögötte haladó követő vonat utolérje. Ismételten képzeljük el azt, hogy Hássegy állomáson vagyunk rendelkezők, most viszont a forgalmi helyzet bonyolulik, ugyanis kettő páros számú vonat áll Hássegy állomáson, tehát mind a kettő Hűvösvölgy irányába szeretne haladni. A két állomás között kidőlt egy fal vágányra, amelyről az állomási személyzetek nem tudnak. Először Hássegy állomásra a 116-os számú vonat fog Hűvösvölgy állomás felé indulni, úgyhogy kérik is az engedélyt a már megszokott módon. Rendelkező pajtás mehet kb. 15 óra 9 perckor a 116-os számú vonat Hűvösvölgy állomásra, Hegyi János. Érkezik is a válasz, rendelkező pajtás, vonatot nem indítok, a 116-os számú vonat Hűvösvölgy állomásra jöhet, Völgyi Éva. A 116-os számú vonat elindul Hássegyről Hűvösvölgy állomás irányába. Az indulási időközlést is megadja Hássegy állomás Hűvösvölgynek. Rendelkező pajtás a 116-os számú vonat 15 óra 11 perckor elment Hűvösvölgy állomásra, Hegyi János. Rendelkező pajtás a 116-os számú vonat indulási időközlését Hássegy állomásról vettem, Völgyi Éva. Eddig a korábban látottakhoz képest még semmilyen újdonság nem történt. És ahogy halad a vonatunk, egyszer csak észreveszik a nyílt pályára kidőlt fát, de szerencsére időben sikerült megállni. A Hássegyi rendelkező egy kissé meggondolatlan folyamatba kezd bele, ugyanis engedélyt szeretne kérni a 206-os számú vonat részére Hűvösvölgy állomás irányába, már 15 perc elment tőle az a vonat, elfelejtette, hogy arról még nem kapott visszajelentést, tehát nem tudja, hogy a pálya a két állomás között jelenleg nem szabad. Rendelkező pajtás mehet-e kb. 15 óra 22 perckor a 206-os számú vonat Hűvösvölgy állomásra, Hegyi János. Mit mondhat erre Völgyi Éva?
Rendelkező pajtás. A 206-os számú vonatot a nyílt vonal foglaltsága miatt nem fogadom. A 116-os számú vonat még nem érkezett meg Hűvösvölgy állomásra. Engedélyt körülbelül 5 perc múlva, de csak a 116-os számú vonat visszajelentése után adok. Völgyi Éva. Éva a figyelmes szolgálat ellátásával megelőzött egy balesetet. János nem figyelt eléggé, hiszen a szabályok szerint nem is kérhetett volna engedélyt azonos irányú követő vonatnak, amíg az előhaladóról nem kapott visszajelentést. Közben a felnőtt dolgozók a kidőlt fát eltávolították, tehát a 116-os számú vonat tovább tudott haladni Hűvösvölgy állomás irányába. Hűvösvölgy adja is a visszajelentést Hársegy állomásnak, rendelkező pajtás, a 116-os számú vonat megérkezett Hűvösvölgy állomásra, Völgyi Éva. Rendelkező pajtás, a 116-os számú vonat visszajelentését Hűvösvölgy állomásról vettem, Hegyi János. Hogyha egy picit végig gondoljuk, Hegyi János Hársegy állomásról most veszi a 116-os számú vonatnak a visszajelentését, és a 206-os számú vonatnak engedélyt is szeretne kérni. Hogyan kell ilyenkor cselekednie? Ugyebár nem muszáj azt csinálnia, hogy miután vette a visszajelentést, leteszi a telefont, majd rá pár másodpercre ismételten felhívja a Hűvösvölgy állomást, ezt a kettő közleményt egy telefonhívásban is meg lehet beszélni, úgyhogy gyorsan hozzá is teszi, hogy és mehet-e a 206-os számú vonat körülbelül 15 óra 30 perckor Hűvösvölgy állomásra, Hegyi János. Érkezik is a válasz Hűvösvölgyről, rendelkező pajtás, vonatot nem indítok, ugyebár megtanultuk, hogy minden egyes engedélyadást ezzel a mondattal indítunk. A 206-os számú vonat Hűvösvölgy állomásra jöhet, Völgyi Éva. Az állomás távolságú követési rend szerint két szomszédos, nyitva tartó állomás között egy időben egyszerre csak egy vonat lehet útban. A követő vonat részére engedélyt mikor tudunk legkorábban kérni? A követő vonat részére engedélyt csak az elől haladó vonatról kapott visszajelentés után tudunk kérni. A visszajelentés tehát nagyon fontos, hiszen ez jelenti azt, hogy a pálya szabad és lehet engedélyt kérni a következő vonatnak. Éppen ezért a visszajelentést csak szigorúan szükséges feltételek megléte esetén szabad adni. Nézzük is meg, hogy milyen feltételeket kell megvizsgálnunk, mielőtt visszajelentést adunk. Most már tudjuk, hogy a fő szempont az, hogy a követő vonat semmiféleképpen se érhesse utol az előhaladó vonatot. Az egyik ilyen feltételünk, hogy a vonat megérkezett és a biztonsági határjelzőn belül ért. Legalább egy darab zárjelző tárcsa a vonat végén van. Ugye ez bizonyítja azt, hogy az egész vonat megérkezett, tehát nem maradt a pályán egyetlen egy jármű sem. Nézzük meg erre is egy rövid animációt. A vonatunk kettő kocsival indult el Hársegy állomásról, viszont csak egy kocsival érkezett meg Hűvösvölgybe. Ilyen esetben, bár érkeztek járművek Hűvösvölgy állomásra, hogyha visszajelentést adnánk, a követő vonat nagyon könnyen belütközhetne az ott maradt egy szem kocsinkba. És végül, de nem utolsó sorban a bejárati jelzőt visszaállították megállásba. Ugye könnyen beláthatjuk, hogy ha a bejárati jelző szabad állásban marad, akkor a következő vonat az előző vonat részére beállított vágányúton keresztül bejárhat és utolérheti a már ott álló személyvonatot. Eddig ismételtünk, most pedig nézzük meg az új anyagrészt. Most az ellenkező irányban haladó vonatokkal kapcsolatos szabályokat ismerhetjük meg. Továbbra is Hársegy állomáson vagyunk rendelkezők, viszont a jelenlegi forgalmi helyzetben a 315-ös számú vonat Hűvösvölgy állomásról Hársegy állomás irányába szeretne indulni. A tanult módon kérik neki az engedélyt, rendelkező pajtás, mehet-e kb. 12 óra 30 perckor a 315-ös számú vonat Hársegy állomásra, Völgyi Éva. Érkezik a válasz, rendelkező pajtás, vonatot nem indítok, a 315-ös számú vonat Hársegy állomásra jöhet, Hegyi János. A 315-ös számú vonat elindult Hűvösvölgy állomás felől, adják is neki az indulási időközlést, és közben, hogyha észrevettétek, akkor a dia bal sarkán Hársegy állomás első vágányára megérkezett a 114-es számú vonat, tehát a 315-ös számú vonatot Hársegy állomáson csak a második vágányra tudják majd fogadni. Hűvösvölgyből adnak indulási időközlést az elindult vonatról. Rendelkező pajtás, a 315-ös számú vonat 12 óra 31 perckor elment Hársegy állomásra, Völgyi Éva. Rendelkező pajtás, a 315-ös számú vonat indulási időközlését Hűvösvölgy állomásról vettem, Hegyi János. És
ha itt a 315-ös számú vonat, mehet-e kb. 12 óra 43 perckor a 114-es számú vonat Hűvösvegy állomásra, Hegyi János. Ugyanis a válasz, rendelkező pajtás, vonatot nem indítok, ha ott a 315-ös számú vonat, a 114-es számú vonat Hűvösvegy állomásra jöhet. Völgyi Éva. Ez a korábbiakhoz képest egy újabb anyagrész, és ha megfigyelitek, Hárshegy állomáson vonatkereszt fog történni, és ilyenkor azért, hogy a vonatok menetidejét csökkenteni tudjuk, alapból nem úgy tervezik a menetrendet, hogy megérkezik a 315-ös számú vonat Hárshegy állomás második vágányára, szépen kisétálnak, megnézik, hogy megvolt-e rajta a zárjelzőtárcsa, megérkezett a vonat összes járműve, a biztonsági határjelzőn belül vannak-e, és utána kérnek engedélyt, mert ezzel 2-3 perc eltelne, hanem, hogy ezt az időtartamot gyorsítani tudják, már akkor is engedélyt lehet kérni a következő vonatnak, hogyha a Hűvösvegy állomásról elinduló vonatról indulási időközlést kaptunk. Ilyenkor úgynevezett feltételes engedélykérésünk van, tehát ha jobban megnézzük, úgy kérték az engedélyt, ha itt a 315-ös számú vonat, akkor mehet el a 114-es számú vonat, tehát ki is van emelve nagyja, hogy csak is akkor fogják küldeni a 114-es számú vonatot, hogyha megérkezett a 315-ös számú vonat. Ennek megfelelően a válaszunk is feltételes lesz, vonatot nem indítok, ha ott a 315-ös számú vonat, a 114-es számú vonat Hűvösvegy állomásról jöhet. Tehát az engedély adásban is úgy járunk hozzá, hogy csak akkor jöhet a 114-es számú vonat, hogyha a 315-ös számú vonat már ott van. Most pedig figyeljünk meg egy másik esetet, amelynek az eleje nagyon hasonlít az előzőhöz. A 315-ös számú vonat Hűvösvegy állomásánál és Hárshegy irányába szeretne közlekedni. Rendelkező pajtás, mehet-e kb. 12 óra 30 perckor a 315-ös számú vonat Hárshegy állomásra, Völgyi Éva. Rendelkező pajtás, vonatot nem indítok, a 315-ös számú vonat Hárshegy állomásra jöhet, Hegyi János. Mindeközben Hárshegy állomás első vágányán álló 114-es számú vonat mozdonyvezetője közli az állomás személyzetével, hogy a kocsi fékje szorul. Megpróbálja megjavítani, de nem tudja, hogy ez mennyi időt vesz majd igénybe. Az állomás összes tagja kíváncsian figyeli a féknek a javítását, az állomásfőnök is felajánlja a segítségét. Ugyebár nem feledkezünk el a 315-ös számú vonatról, amely már elindult Hűvösvegy állomásról, ezért Völgyi Éva, hűvösvegyi rendelkező indulási időközlést szeretne adni Hárshegy állomásnak. A tanult módon egy hosszú csengetéssel keresi Hárshegy állomást. Hárshegy nem jelentkezik, mivel mindenki a féknek a javítását nézi, ezért ismételten próbálkozik, megint egy hosszúval csengeti Hárshegyet. Sajnos ez a kísérlet sem járt sikerrel. Ekkor Éva nagyon helyesen az állomásfőnökhöz fordul, aki mobiltelefonon felhívja Hárshegy állomás állomásfőnökét. Az állomásfőnökök megbeszélik a 114-es számú vonattal kapcsolatos fél problémákat, viszont a telefonhívás lényegéről, tehát a 315-ös számú vonatról egyáltalán nem esik szó. Pontosan emiatt, hogy az állomási személyzet elfeledkezett a 315-ös számú vonatról, megállt a bejárati jelző előtt. Időközben sikerült a féket megjavítani, János visszaült a helyére, és hát egyből telefonálásba kezdett. Rendelkező pajtás, mehet-e kb. 12 óra 50 perckor a 114-es számú vonat Hűvösvegy állomása, Hegyi János. Érkezik is a felelősségteljes válasz Hűvösvölgyből, rendelkező pajtás a 114-es számú vonatot a szembe közlekedő 315-ös számú vonat miatt nem fogadom. Engedélyt körülbelül 5 perc múlva, de csak a 315-ös számú vonat visszajelentése után, vagy megfelelő szövegű engedélykérés esetén adok. Völgyi Éva. Hárshegy állomás személyzetének eszébe jutott a 315-ös számú vonat, úgyhogy megcsinálták a bejáratot. Így hát egyből visszajelentés is adtak róla. Rendelkező pajtás a 315-ös számú vonat megérkezett Hárshegy állomásra, Hegyi János. És utolsó vonat, a 315-ös számú vonat, mehet-e kb. 12 óra 51 perckor a 114-es számú vonat Hűvösvegy állomásra, Hegyi János. Rendelkező pajtás, vonatot nem indítok, ha ott a 315-ös számú vonat, a 114-es számú vonat Hűvösvegy állomásra jöhet, Völgyi Éva. Tehát, ha olyan vonatnak kérünk engedélyt, amelyik előtt ellenkező irányú vonat közlekedett, akkor az utolsó ellenkező irányú vonat számát egyeztetni kell az engedélykérés során. Ne történhessen meg, hogy egy elfeledett ellenvonat a nyílt pályán maradjon.
ha végig gondoljuk, mielőtt engedélyt kérünk egy vonatnak a részére, hogy milyen vonat közlekedett utoljára az adott állomás közben, esetünkben például, hogyha te vagy hűvös vagy állomásnak a rendelkezője, és ás egy állomás irányába szeretnél küldeni egy vonatot, akkor itt van ez a hármas számú vonat, és utoljára hűvös vagy és ás egy állomás között a kettes számú vonat közlekedett. A kettes számú vonat az nem Hűvösvölgyből ment H1-más irányába, hanem pont ellenkezőleg felénk érkezett H1-ről Hűvösvölgybe. Tehát az utolsó vonatunk a kettes számú vonat lesz, ami itt látható. Viszont a 3-as számú vonat után az 5-ös számú vonat fog közlekedni, tehát amikor az 5-ös számú vonatnak kérünk engedélyt Hűvösvölgy állomásban, akkor végig gondoljuk, hogy utoljára milyen vonat közlekedett Hűvösvölgy és H1 között. A 3-as számú vonat, ami pontosan ugyanolyan irányú, vagyis Hűvösvölgyből H1 felé közlekedett, mint az általunk indítani tervezett 5-ös számú vonat, úgyhogy ilyenkor nincsen utolsó vonat. Adódik a kérdés, hogy az utolsó ellenkező irányú vonat számát honnan, vagyis miből kell egyeztetni. Az emlékezetből, a naplóból, vagy pedig a menetrendből, és a helyes válasz pedig az, hogy a naplóból, ugyanis, ha belegondolunk, az emlékezet pontatlan lehet, a menetrendben pedig esetenként késések fordulnak elő, ami miatt könnyen lehet, hogy más lesz a forgalmi helyzet, és nem a menetrendábra szerinti vonat lesz az utolsó vonat. Mára pedig köszönjük szépen a figyelmeteket! Következő videóban a rendelkező teendőinek felsorolásával, illetve a vágányúr beállítás elrendelésének időpontjával fogjuk folytatni. Reméljük akkor is velünk tartotok. Sziasztok!